Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon túl volt két gazdag ember. Olyan gazdagok voltak, hogy azt sem tudták, hogy miük van. Éppen mellettük a szomszédba lakott egy szegény ember, aki bizony megszámlálhatta, hogy milyen van. Nem volt egyebe, csupán egy kis tehene, de az se volt nagyobb, mint egy jó esztendős bórjú. Egyszer a vására készült a két gazdag ember. Meghallotta ezt a szegény ember feleséges, azt mondta az urának. Hallja, e ezek a nagy gazdák a vásárra mennek, Menjen el kied is azzal a tehénnel, és próbáljon szerencsét. De oda ne adja azt senkinek, míg áldomást nem fizetnek. Másnap szépen felkerekedtek, és elindultak a vásárba. Előment a két nagy gazda. Egyik hajtott hat ökröt, a másik négy ökröt. Utánuk kullogott a szegény ember a kis tehénnel. Amint beérkeztek a töltött útba, elértek egy embert, aki egy szürke kecskét hajtott a vásárra. Szemet vetett a kecskés ember a kis tehénre, és azt mondta a szegény embernek. Hé, bátya, nem cserélünk azzal a tehénnel? Én bizony, igen, ha jó áldomást fizet. Mindjárt megitták az áldomást, és mentek tovább. Amint a szegény ember a vásárra ír, és erre-arra térítgeti a kecskét, egyszer csak megszólítja egy ember, aki egy lúdat árult. Hé, bátya, nem cseréljük el azt a kecskét ezzel a lúddal? Én bizony el, ha jó áldomást fizet. Fizetek bizén, hallja-e? Megitták az áldomást, és most már ketten mentek tovább a vásár között. Hát, egy ember jő szembe velük, és egy szép nagy kakast hoz az öliben. Megáll a kakassal, és azt mondja a szegény embernek. Hé, bátya, nem el ezt a kakast azzal a lúddal? Én bizony, miért ne? mondta a szegény ember, ha jó áldomást fizet. Erre bémennek hárman a kocsmába, inni kezdik az áldomást. Egyszer csak azt mondja az egyik pajtás. Nem jól van ez így, bátya, Hát, hogy van jól pajtás? Hát úgy, hogy azt a kakast öljük meg, és az áldomás mellett együk meg. Bíz az nem lesz rossz pajtás. Megölték a kakast, s ahogy hárman úgy laktak véle, hogy félreállott a hasuk is. Ital is volt bőven. Na de elfogy az áldomás, azt mondja most a szegény ember. Én bizony, semmi nélkül maradék. Se tehén, se kecske, se lúd, se kakas nincs. Összenéz a két pajtás, belényúlnak a tarisznyájukba, kivesznek egy-egy fő hagymát, csodadják a szegény embernek. Tegye el, bátyja! Vigye el a feleségének, legalább nem megy üres kézzel haza. A szegény ember megköszönte szépen, a hagymákat a tarisznyájába tette, és azzal kiment a vásárba a két gazdag emberhez. Ezek, ahogy meglátták mindjárt, azt kérdezték. Hát a tehén hol van, szomszéd? Elcseréltem egy szürke kecskével. Hát a kecske hol van? Azt elcseréltem egy lúddal. Hát a lúd hol van? Azt elcseréltem egy kakassal. Hát a kakas hol van? Azt megettük az áldomás mellett. De hát most mit viszel haza a feleségednek? Adtak a pajtásaim két fő veres hagymát. Azt viszem. Na no, világá is kergett a feleséged azzal a két fő hagymával együtt. Bizengem nem. Szó szót követ, és egyszer csak azt mondja az egyik nagy gazda. No, ha a feleséged el nem kerget, neked adom a négy ökrömet. Még meg se szíd, nemhogy elkergessen, mondja a szegény ember. Erre megszólal a másik nagy gazda is. Én is neked adom a hat ökrömet, ha a feleséged el nem kerget. Jól van, én meg ha elkerget, nektek adom az egész házamat. Vág vissza a szegény ember. Állafogadás, kezet rá! Nem elég az az üdvösséghez, mondja a szegény ember, hanem tegyük papírosra. Rögtön papírost vettek elé, tentát, pennát melléje, és megírták a fogadást. Két tanú előtt mindegyik keze írását adta, hogy szavát meg nem másítja. És erre, mint a sebes szél, megindultak haza. Két nagy gazda igencsak hajtotta az ökröket, hogy egyszerre érkezzék a szegény emberre. Becsapják az ökröket a kapun, s futnak a szegény ember ablaka alá, hogy hallják, mi történik. Bemegy a szegény ember, és köszön. Jó estét, feleség. Jó estét, kiednek is halljaj, hát hazajött. Haza feleség. Hát volt te vására? Volt bizony, feleség. Áldomást ivotti. van bizony, feleség. Hát a tehenet mennyi írtatta? Elcseréltem egy szürke kecskével. Ó, bejól tette, hallja-e, úgyis kevés takarmányunk van, a kecske meg ad annyi tejet, amennyi nekünk éppen elég. Igen, de a kecskét elcseréltem. Hát, áldomást ivotté? Egy bizony feleség. És mivel cserélte el azt a kecskét? Azt egy luddal. Ó, bejól tette, hallja-e, úgyis lánygyermekünk van, a ludat legalább megtépjük és párnát csinálunk a tollából. Igen, de a ludat is elcserélte. Hát, áldomást ivotti. Itt bizény feleség. És mivel cserélte el azt a ludat? Azt egy kakassal. Ejnye, bejól jól tette hajaj, úgy sincs óránk. Felültetjük majd a kakasülére, és kikirill majd nekünk hajnalra. Igen, de a kakast megültük, és megettük az áldomás mellett. Hát nekem semmit sem hozott a tehénből. Hoztam bízén feleség. Ott van a tarisznyámban. Hoztam két fő vereshagymát. hagymát. Úgy csak besvet ki. No, ezt nagyon jól tette, hajaj, mert azok a nagy gazdák a szomszédban, ha megharagusznak, mind azt kiabálják, hogy egy fő sincs. Most az egyiket odaadjuk az egyik nagy gazdának, másikat meg a másik nagy gazdának. Hadd mutassuk meg, hogy nekünk is van veres hagymánk. A két nagy gazda végighallgatta ezt a beszédet, és mit volt mit tenni, mit nem. Oda kellett adni egyiknek a négy ökrét, a másiknak a hat ökrét. Cserébe egyik is, másik is kapott egy-egy főveres hagymát. Így lett a szegény embernek tíz ökre. Nagy örömükben egy nagy vendégséget csaptak, és azután egy tök magba ültek, és a küküllőn leereszkedtek. Holnap legyenek a ti vendégeitek.